Magyarországon 2005-től már nem soroznak be katonákat. A magyar haderő tagjai önkéntes vállalás alapján kerülhetnek a szervezetben. A szerződéses katonai szolgálat egy mindennapos, 8 órás feladatkört jelent. A szolgálatra azok a büntetlen előéletű, 18. életévüket betöltött magyar állampolgárok jelentkezhetnek, akik Magyarországon állandó lakhellyel rendelkeznek. Mindezen kívül egészségi, pszichikai és fizikai alkalmassági vizsgálaton is részt kell venniük. A szolgálat másik formája, a tartalékosok, akik ugyancsak önként jelentkezéssel kerülhetnek a hadsereg kötelékében. A szerződéses katonákkal szemben azonban rájuk csak rendkívüli állapotban és megelőző védelmi helyzetben van szükség. Általában civil munkahelyen dolgoznak, viszont rendelkezésre kell állniuk. A katonai szolgálat kiszámíthatósága miatt igen vonzó. A végzettek kezdő fizetése nettó 105.000 forint, ez az összeg altiszt esetében 150.000, főiskolát végzett tiszt esetében pedig 200.000 forintot jelent. Nyíregyházán a Besenyei téren található toborzó irodában személyesen lehet jelentkezni azoknak, akik szeretnék a katonai pályát hivatásukká választani. A Magyar Honvédség nagy számban várja azok fiatalok jelentkezését, akik katonai szolgálat iránt érdeklődnek, hiszen egy biztos kiszámítható életpályát tudunk biztosítani részükre, amely egészen nyugdíjazásig kitolható. De alapvetően azon kalandvágyó fiatalokat várjuk, akik egy biztos kiszámítható jövővel, egy fix előrejutási lehetőséggel képesek arra, hogy tanuljanak, hogy képezzék magukat és egy professzionális haderő részévé váljanak. A katonai pálya iránt érdeklődők két érettségire épülő képzés közül választhatnak. Az Altiszti Akadémia 2 éves nappali tagozatos képzésére angol alapfokú nyelvvizsgával lehet jelentkezni. Elvégzését követően a végzett fiatalok számára a honvédség munka lehetőséget biztosít. A tisztképzés a Nemzeti Közszolgálati Egyetem honvéd és hadtudományképző karán folyik. Ide már középfokú nyelvvizsgával rendelkező fiatalok jelentkezését várják február 15-éig. A felvételi része egy speciális alkalmassági vizsgálat, amely egészségügyi, fizikai, pszichikai elemekből áll.